A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok-sok éve dolgozik az üzleti életben, és azt hiszem elmondhatjuk, hogy most már több mint 2 évtizede vezetőként tevékenykedik. Így van ez most is, egy nagyon barátságos, szeretetteljes közegben dolgozik, elmondása szerint a mai vendégünk. Novák Zsuzsa a vendégem, aki a Fehérvár Média Centrum gazdasági és marketing csoportvezetője, és hát ahogy azt a nézők jól látják a képernyőn keresztül, rendhagyó műsort láthatnak a Fehérvár Televízió képernyőin. Két kutyus is a vendégünk, Rozi és Sári. Zsuzsi, nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk. Én is téged. Azért örülök nagyon, hogy eljöttél hozzánk, mert én azt gondolom, kettő oka van, azt gondolom, hogy az egyik, ami nagyon fontos, hogy a nézők nem látják azt a háttérmunkát, ami itt zajlik. Ugye minket szerkesztőket, híradós műsorvezetőket sűrűn látnak a képernyőn, viszont azokat nem, akik a háttérben tevékenykednek és szorgoskodnak azon, hogy a cégnek minél jobb lehetőségei legyenek. És szerintem ez az egyik, amiért nagyon fontos, hogy most bemutathatunk téged itt a nagy közönség előtt, és szerelem kutyáidat, Sárit és Rozit. Talán menjünk egy kicsit vissza a gyerekkorodhoz, hogy aztán szép sorban bemutathassuk az életszakaszaidat a nézőknek. Kezdjük ott, hogy honnan jött a kutya szerelem. Nem is tudom, tehát, hogy ez én velem született dolog. Gyerekkoromban talán nem is volt kutyám, nem is emlékszem vissza rá. Talán 2 kislibám volt még, amikor Jenőbe a falun laktunk, és a nagynéném keresztanyámnak neki volt uszkárjai, és akkor utána beleszerettem én is a kutyába, és nekem is lett egy uszkárom. És akkor, de az sem volt egyszerű, ugye akkor még gyerek voltam, először egy papagájt engedtek, utána lett egy perzsa macskám, és utána jött az uszkár. És ezzel a 3 állattal egy panában lakni, mint a szeleburdi család, körülbelül olyanok voltunk. Aztán szépen ugye idősek lettek, az állatok elmentek, utána egy darabig nem volt kutyám, az élethelyzet miatt, hogy dolgoztunk, és nem tudtuk megoldani, és utána jött a Fülöp, az első papillon kutyám 2011-ben. És akkor ott végem volt, beleszerettem ebbe a fajtába. Zsuzsi, te hol tanultál? Merre orientálódtál fiatalabb? Kereskedelmi szakon végeztem, érettségi is úgy történt, és utána a Szolnoki Gazdasági Főiskolára mentem, tehát gazdasági szakon, kereskedelmi területen dolgoztam egész életemben. Ott már tudtad, hogy ez a te utad, mondhatjuk? Igen, igen. Milyen területeken dolgoztál, még mielőtt hozzánk a Fehérvár Média Centrumhoz kerültél annak idején? Előtte egy multicégnél voltam területi vezető, az egy nagyon kemény világ volt, tehát, hogy egy városi cégnél, egy média cégnél, tehát hiába gondoljuk azt, hogy ez egy intenzív, impulzív munkahely, nyugalom szigete. És az nem elégített ki téged? Úgy éreztem, hogy nem bírom tovább. Aha, tehát az a napi 10-12 órás munka szabadság alatt folyamatosan csörgött a telefon, tehát pihenésem nem volt, üzleteim hívtak, tehát hogy az nagyon kimerítő. Egy fiatal az jobban bírja már, és ahogy telt múlt az idő, úgy éreztem, hogy nekem nem szabad ott maradnom. Mikor kerültél a Fehérvár Média Centrumhoz? Most volt április 1-én 10 éve. Igen, igen. Milyen tapasztalataid vannak? Azért 1 évtized nem kevés idő. Amikor idejöttél, elérted-e azokat a célokat, vágyakat, amit akkor kitűztél magad elé, vagy épp feladatul kaptál? Igen, remélem, hogy igen, és remélem, hogy igazgató is meg van elégedve a munkámmal. Én nagyon szeretem ezt a munkahelyet, és nekem ez a könnyed munka az nekem furcsa volt, tehát előtte ilyen feszített munkahelyem volt, tehát hogy
akkor mentünk, vagy mehettek haza a kollégák, hogyha lejárt a munkaidő például, tehát nem amikor vége volt a munkának. Igen, itt meg ugye azért az van, hogy ha a munkát megcsináljuk, akkor szabadok vagyunk, ott nem. Engedj tehát, egy betekintést a nézőknek ebbe a fajta munkába, amit most végzel, és hát tulajdonképpen most már egy évtizede, hogy mi is a ti fő feladatotok itt? Hát a pénzt hozni a házhoz a legfőbb feladatunk. A piaci bevételeket, ugye van 5 média felületünk, és azoknak a hirdetési felületeit értékesítjük 2 kolléganőmmel, illetve a gazdasági részt a cégnek, azt én viszem, illetve a könyveléssel és egyéb társ osztályokkal, akikkel le vagyunk szerződve, zartalt a kapcsolatot, úgyhogy így nagy vonalakban ez a feladatom. Én tudom azt, hogy nagyon szeretsz itt nálunk dolgozni, és ez nem elfogultság az, amikor így rád nézek, és ezt gondolom, vagy ezt látom, de azért nagyon szeretsz hazamenni is. Hát ez a 2 csoda vár otthon, ő Rozi, és az öletben pedig Sári. Igen. Hát igen. Kik ők? Mutasd be nekünk, kérlek, a kutyusaidat. Sárika egy 3 éves papillon lányzó, Lettországból érkezett hozzám. Ugye leengedem, mert, jó, mert már nem bírja itt. És bemutatkozott, hát igen, köszönjük szépen. Igen, egy nagy szájú lányzó. És amikor az előző papillonom elment egy balesetben, akkor az országban nem is találtam... Nem is találtam kutyát, úgyhogy Lettországból hozattam meg, tehát elég kacifántos története volt, ahogy hozzám került. Igen, 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 de nagyon-nagyon szeretted a Fülöpöt, és nagyon igen, sokat igen. volt itt velünk ő is. Igen, ő is imádott bejárni, és ő a Sárika. És Rozika az idén került hozzám, ő pedig egy orosz import kutya. Akit én fogok. Igen, igen, egy imádni való, tehát nagyon jó kis természete van. Sári tavaly megszült, egy szem kis kutya született, igen. és elment, és szerettem volna, tehát én egy kennelt alapítottam már, és szerettem volna több kutyát. Nem feltétlenül most, van egy tenyésztői csoport, amiben igen. benne vagyok, és megláttam a fotóját. És akkor, hát nekem ez a kutya kell. Tehát szemébe belenéztem, és akkor úgy éreztem, hogy ez a kutya az nekem van teremtve, és nem volt egyszerű, hogy ide jöjjön. Ugye most a háború miatt szankciók vannak, igen. magánembereket is érinti. Azt, hogy ki tudjam fizetni, hát azért ez egy ilyen, egy másfél hónapos munka volt, hogy meg tudjam venni a kutyát. Csodálatos nevük van, hogyha magyarra fordítjuk. Ha jól tudom, a kis füleikről kapták ezt a pillangó elnevezést, amit ugye az előbb te franciául mondtál. Igen. Magába a fajtába miért szerettél bele, és mit kell tudniuk a nézőknek erről a fajtáról? Mert azt én már jó magam nagyon jól tudom, hogy nagyon okosak, de még mi az, ami miatt te magad beléjük szerettél? Hát elsőre nyilván a füleibe, tehát imádom az ilyen nagyfülű állatokat, és egyszerűen nagyon impulzív dolog volt, tehát megláttam a papillont, és akkor tudtam, hogy nekem ez a kutya kell. És ott se volt egyszerű, tehát elég ritka fajta ez a kutya. Igen, igen. Ott se volt egyszerű, hogy a Fülöpöt meg tudjam venni, tehát ilyen európai keresés indult, hogy legyen, de aztán végül is Dunaharasztiba tudtam megvenni, de egy évig kerestem, amíg találtam egy kutyust. És hát ugye a füleiről kapta a nevét, hogy papillon, és van egy másik fajtája a falén, őneki pedig lóg a füle. Aha, tehát ha most igen, lenyomod igen, neki mind a két fülét, igen. az akkor falén van belőle. De a papillon a népszerűbb. Ha minden igaz, először falén volt, és utána abból lett valahogyan a felálló fülű papillon. Az 1200-as évektől van már ez a fajta. Atyaég, ezt nem is gondoltam. Nagyon-nagyon régi, és Rubens, Tiziano, tehát hogy nagy festők festették meg, tehát nagyon sok festményen szerepelnek. Királyok kutyájának is tartották. Alapvető funkciója a lábmelegítő.
ami azt jelenti, hogy társasági kutyák. 9-es fajta csoportban vannak. Nagyon jó patkányozók, állítólag. Sárika az a pockokat szereti kapkodni, aha, ő pedig madárvadászatra adta a fejét, tehát, hogy mindig, tehát tényleg bennük van ez a vadászat, annak ellenére, hogy társasági kutyák. Kiválóak sportolásra. Uh-huh. Tehát én azt szoktam mondani, aki border collie-t szeretne, igen, de nem igen, teheti meg, mert mondjuk lakásban lakik, vagy ez nagyobb, az a nagyobb ajta kutya, akkor nyugodtan vegyen magának egy papillont, mert ugyanúgy lehet vele agilitizni, dog dance, tehát egy csomó mindenre lehet szuper őt használni. Mesélj arról, Zsuzsi, nekünk, hogy ugye említettem az előbb már a nézőknek, hogy nagyon intelligens, nagyon okos kutyák ők, és hát ezt ők már be is bizonyították neked többször. Azt hiszem, elmondhatjuk bátran a közönségnek, hogy biztosan többen találkoztak már a nézők közül, itt a 2024-es év elmúlt hónapjában azokkal a cikkekkel, hogy székesfehérvári siker született, és hogy székesfehérvári kutyus az első magyarországi világgyőztes, akit most én itt fogok a kezemben. Mesélj a kezdetekről és a legutóbbi versenyeidről. Igen, most volt április 27-én Zágrában a világkiállítás, és beneveztem mind a két kutyát, de Sárika tüzelt, és nem tudtam elvinni, vagyis hát nem sportszerű egy ilyen világversenyre elvinni egy tüzelő kutyát, úgyhogy csak a picivel mentem, igen, a Rozikával. Igen. És természetesen az esélytelenek nyugalmával, mert hogy a világ nagy tenyésztői jelen vannak ezen a versenyen. Én sem meg persze szeretnék tenyésztő lenni, de hát még közel sem, tehát egyáltalán nem vagyok. Egyelőre még csak két kutya tulajdonosa. És hát elmentem, hát közel van, meg kell nézni, hogy hogyan, hogy milyen egy világverseny. És akkor, amikor mi jöttünk, a mi kategóriánk, csak azt vettem észre, hogy nyertünk, és világbajnok lett a Rozi. Álmomban nem gondoltam volna, és felemelő érzés. És ez milyen érzés volt akkor, amikor kimondták, hogy ti nyertetek? Hát nem akartam elhinni először, ott álltam, hogy úristen, nyertünk. Tehát olyan hihetetlen volt. És el is pityeregtem egy kicsit magamat, tehát, hogy tényleg, tehát borzasztó boldog voltam. Tehát más egy világversenyen győzni, mint egy nemzetközi kiállításon. Az is nagyon nagy öröm, de azért ez ennek egy nagyon-nagyon nívós esemény. Egy nagyon nagy szabás, és elmondhatjuk azt, hogy a kutyás társadalomnak valóban ez az egyik, illetve hogy ha nem a legnagyobb eseménye, mondhatjuk. Mindenképpen. 15 000 kutya volt a világkiállításon, és voltak hozzá kapcsolódó kiállítások, ott meg még plusz 10 000, tehát összvisz 25 000 kutya nevezett. Elképesztő. És meg is tudjuk most mutatni a nézőknek egyébként az oklevelet is többek között, amit ugye Rozival hazahozhattatok Zágrából. De azért egy kis érdekességet osszunk meg közben a nézőkkel, hogy amíg ti elvoltatok Zágrábban, és ment a verseny, zajlott a verseny, féltékeny volt Sári, mint megtudtad utólag. Igen. Azóta nagyon, nagyon féltékeny, tehát, hogy olyan furcsa dolgokat csinál, minden az kell neki, ami a Rozinak, aztán akkor elcserél mondjuk egy csontot, hogy rágunk, akkor utána megint ugyanaz kell, és hát néha fárasztak. Előtte semmi gond nem volt. Amióta megjöttünk, azóta kicserélték. Tehát parba is elengedem, és akkor ő rosszalkodott, elment messzebbre, leszúrtam érte, ugyanazt megcsinálta a Sári is, csak azért, hogy őt is szúrjam le, igen, ha már igen, őt leszúrtam. Igen. Elképesztő tényleg ez a kis féltékenység közöttük. Sáriról is meséljünk, mert hogy ugyan ő most nem ment veletek, ugye az előző okok miatt, amit elmeséltél, de hát ő vele is szoktál, tehát hogy ő is ismeri már nem csak az országunkat, hogyha jól tudom. Így van, 15 champion címe van már, 7 országból. Az elképesztő. Gyere, mutasd meg magad, gyere. Nem jössz fel? Nem jön fel. Jó. Úgyhogy nagyon sok országba jártunk, tehát tulajdonképpen a környező országokat mind végigjártuk. Itt vannak a negyedese annak, amiket elért eredmények. Csodálatosak. Mesélsz róluk kicsit, hogy
Igen. Ha jól tudom, ami itt felőled van, ugye Agár Székesfehérvár, az az egyik legfontosabb. Az melyik kutyusé? A Sárié. Agárdon is szokott lenni augusztusban minden évben kutyakiállítás. Az idén is lesz, és idén szerintem a legnagyobb kiállítás lesz, és ugye ott szokták megrendezni a Best in Show keretein belül Fehérvár legszebb kutyáját, és akkor 2 vagy 3 ilyen címe is van már a Sárinak, úgyhogy mivel fehérvári, ezért nekem a szívem csücske ez a díj, akkor ez a hosszú, ez Szerbiába kaptuk fajta győztes címért, akkor vannak különböző championok, tavaszi győztes, az a nagyon nagy, az Bosznia-Hercegovinai, akkor amik itt alul ez van, ez a kis plakettszerűség. Ezt igen. Szlovákiában van egy olyan kiállítás, hogy champion of champion, tehát a győztesek győztese igen. kiállítás, és ez teljesen másképp zajlik, mint egy normál kiállítás, és itt ebbe azért vagyok erre a címre büszke, mert a 9-es fajta csoportba ide tartoznak az összes társasági kutyák, tehát az uszkárok, a buldogok, a mops, a bisonfélék, nagyon tehát mesztelen kutyák, tehát csivavák, tehát nagyon igen, nagy igen. A fajták száma ebbe a csoportban, és akkor azt hiszem három kutyát választottak ki, a 3 legszebbet, és az ment a Best in Show-ba, és párosával mentünk be, reflektorfény, 5 bíró zsűrizet, és összvisz a, nem tudom, 2000 kutya nevezett talán, akkor a 24 legjobb közébe kerültünk, és ez nekem olyan büszkeség. Hát ez egy hatalmas elismerés, ez is. És tenyészteni is szeretnéd majd őket, igen. hogyha jól tudom. Igen, igen. Azt hiszem, hogy az vezetett erre rá, hogy Rozin kívül, tehát az előző 2 kutyámat nagyon nehéz volt beszerezni. És nem akartam azt, hogy más is így járjon. Tehát én azt gondolom, hogy aki egyszer papillont vett, az soha többet más kutyát nem fog venni. És úgy én sem akarok többet így igen. járni, meg nem szeretném, hogyha más is így járna, másnak hogy egy évig segíteni. Nem talál egy kutyát. És akkor ez motivált, és ezek, hogy kiállításra járunk, azzal azt szeretném megmutatni, hogy nekem nagyon jó kutyáim vannak, és nagyon jó kis kutyák várhatók majd a jövőben. Milyen céljaid vannak, Zsuzsi? Mesélj róla. Biztos vagyok benne, hogy millió cél van még előtted. Nyilván ez a kutyázás, ez a legfőbb célom. Szeretnék egy családi házba költözni majd, hogyha megtalálom az ideálisat, és több kutyát. Tehát... Több. Mennyi az a kutya, mi az a szám, amit el tudsz képzelni? Mire vágysz? Maximum 5-öt. Uh-huh. Ugye hát, ha kiskutyák vannak, akkor nyilván több lesz átmeneti ideig, de 5 az a kutya szám, amivel tudok menni külföldre, hogy útlevéllel, mert a kutyázás mellett a másik nagy hobbim az utazás, imádok utazni, és ha megyünk kiállításra is, akkor úgy megyünk el, hogy főleg külföldre, hogy ott alvósba, és akkor megismerjük azt a várost is, ahova éppen megyünk. És na, ez a kettő, tehát 2 szerelmem van, az utazás, meg a kutyák, igen. és hát fordítva, és akkor most így ez a kettő, ez így összejön. Ne rágd el. És mondhatjuk, hogy azért szeretnéd lecserélni a jelenlegi otthonodat, egy családi házra, mert hogy ővelük tervezed mindenképpen a jövőt, és hogy miattuk szeretnél egy nagyobba költözni. Így van, meg hát az udvar miatt most társasházba lakunk, igen, tehát igen. oda több kutyát nem tudok vinni, meg nem is szeretnék, és... Hát azért naponta 3-4 sétáltatjuk a kutyákat, igen, és ez igen. elég időigényes dolog, bár anyukám besegít ebben is. Meg hát kis Marci kolléganőnk. Igen. Ő sokat segít neked, hogyha tud, meg a versenyekre is megy veled anyukádon kívül. Így van. Sokan jönnek velem, tehát vannak kutyás barátaink, akkor ők. Tehát már így be kell osztani, hogy ki jön velük, mert mindenki imád kiállításra járni, igen, tehát igen. annak van egy olyan hangulata. Én azt hiszem, hogy nagyon szívesen lennék nálad kutyus, itt a műsor vége felé közeledve. Zsuzsi, mit üzennél a nézőknek, legyen kutyás, nem kutyás?
A felelős állattartás azt gondolom mindig fontos, és nem mehetünk el szó nélkül. Emellett akkor, hogyha két ilyen csodálatos állatot mutatunk be a stúdióban, mi az, ami benned megfogalmazódik akkor, hogyha az állattartásról, kutyák tartásáról van szó? Hát mindenképpen mindenki családtagnak tekintsen a kutyákra, macskákra, bármelyik, igaz? És hogyha valaki nagyon szereti az állatokat, de nem engedi meg a körülményei, hogy legyen, akkor ne tartson. Tehát, hogy nem kötelező senkinek sem állatot tartani, de nekem akkor fáj a szívem, hogy elköltözünk, más életkörülményeink vannak, és megválunk a kutyát. Nem értem, hogy lehet ez. Tehát, hogy ott nem család. És mindenki vigyázzon az állattára. Vannak menhelyek, ott is lehet találni. Tehát én azt mondom, hogy vagy aki teheti, és van rá pénze, mert azért nem olcsó mulatság a kutyatartás és a kutyavásárlás sem, hogy aki megteheti, az vegyen fajta tiszta kutyát, aki nem, az meg menjen menhelyre, és választon ott, mert ott is nagyon tündéri, értékes kutyák vannak. Egytől ráz a hideg, az a szaporítók. Tehát, hogy azt nem tudom megbocsájtani, és az embereknek sem tudom megbocsájtani, hogy szaporítóktól vesznek kutyát, mert azért ott a szülők azok sanyarú körülmények között vannak. Tehát néha látjuk a híradásokból, hogy milyen van, kutyák vannak azon, ott. Hogy tényleg nagyon fontos erre felhívni a figyelmet. Ugye április utolsó napjai nagyon fontosak voltak a számodra. Egy mondatban kérlek, mondd el, hogy mi a következő, amire mindenképpen mentek. Most a legújabb cél az Inter Champion cím megszerzése Rozikának, úgyhogy tervezzük, hogy megyünk Horvátországba, Aradra, meg Pápán is lesz kutyakiállítás. Most így ez a két hónapon belül erre a helyekre megyünk. És a Sári már csak vendégként jön. Aki most már az én ölemben ül. Igen, igen. Novák Zsuzsa volt a vendégem itt a Fehérvári Beszélgetések című műsorunkban, a gazdaság és marketing csoportvezetőnk, és én hálásan köszönöm neked, hogy eljöttél, eljöttetek, és hogy nem csak téged mutathattunk be a nézőközönség számára, hanem Sárit és Rozit, aki a te öledben ül. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönjük neked, hogy itt voltatok, és hogy tényleg az időtöket ránk szántátok. Én nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, mindhármatoknak a jövőben is. Köszönöm. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, bízom benne, hogy értékes, érdekes percekkel szolgálhattunk önöknek a Fehérvári Beszélgetések műsorában. Viszontlátásra! Készen vagyunk! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.